A Laudícia kórus család énekeivel vette kezdetét csütörtök délután az a kétnapos konferencia, amelyet Szent II. János pápápa 30 évvel ezelőtti magyarországi látogatása emlékére rendeztek Mária Pócson. Karol Wojtylát a remény pápájának is nevezték, hiszen reménységet hozott egy nehéz időszakban nem csak a keresztényeknek, hanem az egész világnak. A megnyitó részvevő kancellária miniszter szerint II. János Pál rámutatott arra, hogy a rendszerváltozás úgy lehet sikeres, ha az egyházak erősek és megőrzik a lelkiséget. Pápaként II. János pápában nem csupán azt ismerte föl, hogy Közép-Európának szabadságra, Európának pedig egységre van szüksége, hanem azt is mindenki másnál korábban látta, hogy önmagában a szabadság és az európai egység nem feltétlenül vezet oda, hogy lélekben, hitben, egyházaikban megerősödik Európa. Sőt, elsőként látta át azt, amit a halál kultúrájának is nevezett, hogy a fogyasztói társadalmak is ugyanolyan veszélyesek tudnak lenni, mint amilyen veszélyes a diktatúra lehet az emberi lelkekre és az emberi személyiségre. Románia környezetvédelmi minisztere arról beszélt, a határon túli magyarok számára is nagy jelentőséggel bírt a pápa 1991-es látogatása. Lengyelország budapesti nagykövete pedig azt emelte ki, nagy szerepe volt II. János Pálnak a rendszerváltásban. És amikor 30 évvel ezelőtt itt Mária Pócson járt a figyelembe lehet venni, hogy pontosan 10 év a borzalmas merénylet után, akkor már született ez az új Európa, új Közép-Európa. Az egyházügyi államtitkár szavai szerint egy nagy ember emlékének megőrzése feladatokkal is jár. Az első nem is kérdés, ki kell állnunk kereszténységünkért. Ha nem tesszük, más nem fogja megtenni. A második, hogy össze kell fogni mindenféle keresztény felekedetben lévő testvérekkel, mindenkivel. És ő ennek példáját adta, emlékezzünk vissza, hogy ugyanez a pápa látogatás például református testvéreknél mekkora nagy változást indított el Debrecenben, és a mekkora nagy örömet okozott az ottani beszédével és köszöntésével. A görög katolikus érsek metropolita az eseményen beszámolt arról, hogy a közelmúltban két mozaikkal bővült a kegytemplom, most pedig két ereklye is érkezett Mária Pócsra. Nagyon szépen köszönöm Jan Babják metropolita atyának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta Boldog Gojdics Pál vértanú püspök csont erekéjét, és hasonlóképpen a Munkácsi Egyházmegye jelenlegi exarchája Nílus püspök pedig Romzsa Tódor csont erekéjét adományozta nekünk. A konferencián elhangzott Mária Pócs nevét sokan a pápa látogatása kapcsán ismerték meg. Tavaly volt egyébként Szent II. János Pál születésének 100. évfordulója, de kultusza máig virágzik.